Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez alkalommal a vendégem ismét dr. Wagner Anna Mária lesz, és egy olyan témát hoztunk, ami szerintem nagyon érdekes, de hát majd látjuk a megtekintésekből, hogy valóban így van-e. Ez pedig nem más, mint a lakásmaffia. Mi az, hogy működik, hogyan lehet ellene védekezni? A tájékoztatás véletlenül sem teljes körül, ez tulajdonképpen egy beszélgetés köztem és az ügyvédnők között. Hogyha bővebb tájékoztatást szeretnétek a témába, akkor keressetek, összekötlek titeket. Egy kicsit hülyén fog hangzani a szokásos marketing üzenet ezek után, de ha eladást terveztek vagy vásárolnátok, akkor forduljatok hozzánk én és a csapatom, nagyon szívesen segítünk. Jó szórakozást kívánok! Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Szia Anna! Sziasztok! A mostani alkalommal egy elég érdekes témát hoztunk, vagy legalábbis nekem érdekes, aztán reméljük, majd látjuk a megtekintés számokból, hogy valóban érdekese. Lakásmaffia. Ez egy ilyen ez egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, misztikum, tehát egy ilyen félelmetes, misztikus dolog, és az emberektől néha szoktam így hallani, hogy hú, lakásmaffia, meg lakásmaffia, meg én vagyok lakásmaffia, ez ugye elég nonsens, mert ott van a pofám mindenhol, tehát ilyen módon én eléggé nem lehetek. Mi az, hogy lakásmafia? Az ingatlan rendelkezési jogának vagy önkormányzati bérlakás bérleti jogának erőszakkal, fenyegetéssel vagy megtévesztéssel történő, megváltoztatásra irányuló kárt okozó magatartás vagy ennek kísérlete. Példával szeretném ezt szemléltetni, mert elsőre bonyolultan hangzik. Tehát az eladó nem kapja meg a teljes vételárat, azonban az ingatlan nyilvántartásból a tulajdójog a törlésre kerül. Vagy mondjuk egyáltalán nem kap vételárat? Igen, vagy vagy a vevő kifizeti a teljes vételárat, viszont nem kerül be ésre az ingatlan nyilvántartásba tulajdonosként? Tehát tulajdonképpen ilyen-olyan módszerekkel kiforgatják az ingatlan vagyonából a tulajdonost, igen. A Vagy megvezetik a vevőt, és a vételárat elszedik tőle, de nem kap ingatlan tulajdont. Igen, igen. A mafia az ö, a szervezetbűnözést jelent. Tehát a ugye Don Corleone ülés akkor irányítja, mit tudom én, a verő embereket, meg a nem tudom kiket. De azért, azért én azt gondolom, hogy ez nem úgy működik, hogy valami olasz mafiózó család ide delegál mindenféle arcokat, akik itt ezt csinálják. Ez valóban szervezett? Vagy inkább ilyen, ilyen, ilyen kistílű... Történetek vannak, vagy mindkettő. Tehát tegyünk különbséget a klasszikus mafia fogalom és a lakás mafia bűncselekmények között. Ez utóbbinél az elkövetés tárgya az ingatlan, és a sértettek köre rendkívül speciális. Beszéljünk akkor a sértettek köréről, hiszen bizonyos személyiségjegyekkel rendelkező emberek, valamint társadalmi réteghez tartozó emberek könnyebben válnak áldozattá. Ilyen mondjuk az itélozó életmódot folytató egyedülálló idő, emberek sérelmére elkövetett visszaélések. Na várj egy kicsit, ezt hogy kell elképzelni, hogy van egy, van egy figura, akinek mondjuk van egy ingatlana, le van csúszva, se gyerek, se család, vagy lehet, hogy van, csak éppen mit tudom én, nincsenek mellette, és akkor lejár a kocsmába a piál, közben oda csapódik mellé egy valaki, aki kikérdezi, hogy tehát meg tudja, hogy neki ott van egy ingatlana. És akkor addig-addig, tehát gondolom, beférkőzik a bizalmába, stb. És mondjuk befolyásoltság alatt mondjuk aláírat vele valami adásvételi szerződést. például töklen. mondjuk egy leíthatott állapotban lévő személyjel aláíratják az adásvételi szerződést, amiben elismer, uh -huh. hogy a teljes vételárat átvette, azonban erre nem került sor. Uh -huh. És akkor másnaptól tulajdonképpen ő már nem tulajdonosa az ingatlanának. Tulajdonképpen lerövidítve, igen. Okay. Öm... Beszéljünk még akkor, akik magánkölcsönt vesznek fel. Ez általában akik a vállalkozásukat szeretnék fejleszteni, azonban megfelelő tőkével ehhez nem rendelkeznek, és akkor banktól nem kapnak kölcsönt, magánszemélyhez fordulnak. És rendkívül magasnak tűnik a kamat, de azt gondolják, hogy az ingatlan, mert mint, hogy a nyereségből tudják ezt majd finanszírozni, mert mint a vállalkozás nyereségéből, és a fedezetként az ingatlanuk szolgál, aminek a tulajdonjogát elveszítik. Tehát rusztikusan ezt hívják Uzsorának? Igen. Ami tulajdonképpen önmagában törvénybe ütköző? Igen. Most idefűzném, hogy a amikor az első munkahelyem volt, akkor rögtön egy hitelkártyával lepett meg a banka, hogy bementem valami ügyet intézni, és akkor természetesen túl is költöttem magam, majd láttam, hogy valami 42%-ot vert rám a banka a túlköltésért, és akkor így ketté vágtam a hitelkártyát, azóta nincs. Na mindegy, érdekes, hogy az uzsora egyébként tiltott, ha csak nem a bank csinálja. Na mindegy, nem akartam a bankokat ekézni. Na mindegy könnyen válnak még áldozattá az egyedülálló társas kapcsolat után vágyakozó férfiak és nők. Például, hogyha egy vállás után új életet szeretnének kezdeni, és a házasság ígéretével arra csábítják őket, hogy a saját ingatlanukat adják el egy harmadik személynek, és a vételárat mondjuk fektessék egy vállalkozásba. Hogy és volt ezt a vételárat a... sosem látják viszont. Hogy volt az a film a tinder schwindler igen. Pontosan erről szól, nem? Igen. Hát akkor igen, igen, nincsenek új dolgok a nap alatt, ez érdekes. Még beszéltünk a külföldi állampolgár sértettekről, hiszen ők nagy valószínűséggel nincsenek tisztában hazánk jogszabályaival, úgyhogy őket könnyen meg tudják téveszteni. De ilyen probléma lehet a szenvedélybetegség, az italózó életmód, tehát az időskor eladósodottság. Tehát, hogyha valaki nagy közüzemi díjhátralékot, bérleti díjhátralékot halmoz fel, az, az probléma ebben a szituációban. Könnyebben válnak áldozattá. Vannak ezek a bizonyos jegyek, amik, amik, ha megvannak, akkor az ember mondjuk fogékonyabb lesz az ingatlan mafia trükkjeire. Na de visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy hogy ez tényleg szervezett? mert azt ugye el tudom képzelni, hogy, hogy a, mit tudom, a Józsi bácsi piára a kocsmába, valaki odalép mellé, hogy Józsi bátyán meghívom egy piára, és akkor innentől fogva, mit nem, nem, tudom, majd kiépül valami kapcsolat idővel. Vagy mondjuk azt is el tudom képzelni, hogy egy, egy, egy olyan ember, akinek se kutyája, se macskája, megjelenik mellette mondjuk egy csinos nő, aki, aki szintén beférkőzik a bizalmába, mondjuk azzal a, azzal a szándékkal, hogy őt aztán kiforgassa a vagyonából. És hát számos ilyen film van, ami erről szól, volt az a Jennifer Love Hewitt, meg a, meg a Sigourney Weaver, az is marha jó film volt, ami pont erről szólt, ilyen aranyású ö, csajok. És ö, na, de, na de hogy ez, ez, ez nem szervezett, tehát itt nincs, nincs fölöttük egy Don Corleone, aki, aki, aki mondja nekik, hogy na csajok, akkor most őt meg őt. Vagy, vagy, vagy ez így működik? Jó, de azért az fontos, hogy ingatlan ügyletekre specializálódott csoportok követik el. De ezek Sokszor... csoportok? Hát, akár lehet. lehet, és akár lehet egyéni elkövető, de lehet csoport is. Az a lényeg, hogy jogtalan és tisztességtelen eszközökkel érik el azt, hogy a sértett a tulajdonjogától, illetve a bérleti jogától megfosszák az ingatlan vonatkozásában. Tehát akkor azt, azt elmondtuk, hogy mire kell. Tehát, ha valakinek van egy hozzátartozója, aki mondjuk ilyen állapotban van, akkor ugye ő rá érdemes odafigyelni, illetve ha feltűnik valaki a környezetébe, aki mondjuk túlságosan, nem tudom, közel dörgölődzik, vagy nem tudom, hogy hogy fogalmazzam ezt, meg ugye ő rá érdemes odafigyelni, mert abban még baj is lehet. De ez tényleg veszélyes lehet. Tehát van, egy, van egy, most belegondolva abban, hogy van egy öreg fószer, akit mondjuk addig lese, lese szart a családja szépen rusztikusan magyarul. És akkor megjelenik mellette valaki, aki mondjuk még, még ne adj Isten, még, még, mondjuk fiatal is, meg mondjuk még csinos is, meg még, meg még oda is figyel rá, meg minden, azt elég nehéz lesz onnan ki kanalazni. Hát igen, általában ilyenkor tartási szerződés reményében valójában adásvételi szerződést kötnek, és a sértett azt gondolja, hogy élete végig tartásban fog részesülni, de valójában adásvételi szerződésre kerül sor, de a vételárat nem kapja meg. Egyszer a Vizer is beszélgettünk ez erről a témáról, a dr. Vizer Tamással, és a, ott a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlanok adásvétele volt a, a téma, és ott is felmerült ez a tartási, és arra ő is mondta, hogy ez, ez nem egy jó vonal, mert ugye az a tiszta, hogyha ha az ember, ö, ugye van egy ingatlan, mondjuk használatot a terhelve, megkapok érte egy összeget, csókolom. De az, hogy minden hónapban majd oda járkál valaki, minden hónapban pénzt ö, juttat nekem, azért cserébe, hogy ő megkapta már előre a tulajdonjogot, na az nagyon nem mert ugye ebből jönnek ki azok a szituk, hogy hát igen, igen, megígértük, meg mit tudom én, egy-két évig mondjuk ő tette is már a, a, aki, aki a tartó, vagy aki a gondozó szerepbe lép, de ha nem teszi, akkor mi van? Egy 80 éves ember el fog menni a bíróságra, majd beperelni, meg nem tudom, meg neki feszülni, nyilván nem. Valószínűleg nem. Azért majd, amikor a megelőzésnél vagy a védekezésnél leszünk, akkor majd mondjuk el, hogy mikre lehet figyelni, ne a jogorosati lehetőségekkel kezdjük. Na, világos, majd igen, a végén erre majd ki fogunk térni. Nézzünk meg egy-két példát, mert összeírtam egy-két dolgot ilyen, ilyen ingatlan maffia ügybe. Például mondok egy, egy elég egyszerűt, ami, ami nálunk fordult elő, még a Nagymező utca irodámba, hogy oda jött egy fickó, azt mondta, hogy van itt egy ingatlan, és akkor megbízna minket az értékesítéssel. Tulajdonapot lekértük, nem ő a tulajdonos. Hát semmi gond, hát hozzon már egy meghatalmazást a tulajtól, meg ugye lehetőleg szeretnénk egy pár szót váltani vele, mert annyit azért csak megszoktunk tenni, és ha nincs is Magyarországon, de legalább telefonon lecsekkoljuk, hogy mi van. És ö, hozott egy meghatalmazást, egy fénymásolatot. Hát az ugye már mindjárt, hogy oké, de eredetit hozzám már létszíves akkor meg, hogy valami nem jó volt benne. Hozott még egyet, ami már ki volt javítva, meg azon már kékkel volt az aláírás, aztán még, még egy-két valami papírt bekértünk, és néztük egymás mellett a, az, aláírásokat, hogy azok, tehát az összes aláírás másolva volt, hogy az a, valószínűleg az eredeti tulajdonos aláírása volt, de hamisított volt. Mert ez így látszott, hogy az gyanúsan oda van szerkesztve, és nem tudom. És nyilván nem vállaltuk el, mi nem fordultunk rendőrséghez, lehet, hogy kellett volna, de hát ebből ugye nem lett bűncselekmény tulajdonképpen. Hát ez egy tipikus eset, amikor a tulajdonosnak adja ki magát, vagy azt tünteti fel, hogy van érvényes, hatályos meghatalmazása, de valójában nem. Vagy úgy csinálja azt, hogy személyokmányokat kreál, vagy a valódi személyokmányait használja fel, azonban mondjuk a tulajdoni lapot meghamisítja. Uh -huh. De másik eset, amikor az eladó és a tulajdonos személye egybeesik, tehát, hogy valójában ő a, a tulajdonos, a személyazonosítók okmányai valódiak, a tulajdoni lap is teljesen uh -huh. rendben van, viszont rövid időn belül többször eladja az ingatlanát. Ez oh, ezt általában úgy valósítják meg, hogy például péntekre időzítik a szerződéskötés, hogy az feleknek csak pénteken jó, ezt nyilván az eladó ö, nyomatja, hogy akkor írják alá, és akkor a következő szerződéskötésre már hétfő reggel ö, kerül ö, sor, és nyilván nem tudja az eljáró ügyvéd bevinni. Mert eddig hogy nincs a... közte nyitva a földhivatal. Igen, igen, igen. igen. Ó, és tehát amikor hétfőn lekérik a tulajdoni lapot, akkor nem fogják látni széljegyen a tulajdonyok bejegyzési rendi kérelmet. Tehát az eladó többször el tudja adni az ingatlant, és a kapott tételáról pedig menekül a felelősségre vonás elől. Az a helyzet, hogy még a ilyen témákról, ugye nekem is volt az életemben egy-két ilyen szélhámossal a dolgom, még volt egy küzdettársam is volt, és a hát trettentő tapasztalatok voltak ezek, majd egyszer lehet, hogy ezeket is elkezdem feldolgozni. De ne csak az eladókról beszéljünk. Illetve várj egy kicsit, mert ha már itt a szélhámosoknál járunk, Igen. ugye a szélhámosoknak a legnagyobb trükkje az, hogy, hogy, hogy ők ilyen nagyon. Tehát nem mondanád meg, hogy ő szélhámos. Itt van például az a fickó, volt ez a hír, ez, ez körbe ment egy, egy pár évvel ezelőtt, hogy. Dominikai luxus villájában fogták el az 1,2 milliárdos csalással gyanúsított lakás maffia fejét. Tehát itt az volt a történet, hogy, a, hogy volt, egyen volt egy Alex nevű csávó, aki 7 éve foglalkozott azzal, hogy, hogy ilyen, fék fake hirdetéseket csinál, tehát kamú hirdetéseket, és nyilván, nyilván olyan, olyan címekről, vagy címekkel, meg olyan feltételek, hogy ez nagyon vonzó volt, és akkor az emberek elkezdték hívogatni, akkor berántotta tőlük a pénzt, és, és húst. És ez, ez, ez 7 évig ment, és 1,2 milliárd forint kár csinált úgy, hogy Dominikáról e-mailben, meg telefonon koordinálta ezt az egészet. Tehát egy zseni, egy zseni. És ezzel az erőfeszítéssel, amivel ezt felépítette, csinálhatott volna értelmes dolgot, és feltalálta volna a rág gyógyszerét például. Ezért mondtam neked, hogy ingatlanügyletekre specializálódott csoportok is hát elkövetik ez, ez abszolút. Ezt a ez, ez Ez persze, ez Ez szervezet, így Igen. van. A fűszer annyi a dologban, hogy van a, a, ugye a korpás Csabi, aki te is, is Igen. ismersz, és ő, ő elmondta, hogy ő találkozott ezzel a társasággal Igen. úgy, hogy, hogy volt egy lakás, a Szervitatér 5. kerület, tehát a Szervitatér ez egy olyan lokáció, hogy ott nincs eladó lakás, basszus, vagy ha van, akkor az mindenkinek kéne a Szervita téren egy lakás, és hát zárójelben mondom, hogy hasonló, mint a Bajnok utcai kislakás, ami nemrég kiment, és mindenki fikázza. Hát elmondom nektek, a servitatéren, tudtok ilyen 10 millióról szóljatok, mert az nekem kell. De nagyon sok mindenki másnak is nyilván nem 10 millióba került mindegy, rövidre zárva a dolgot, felhívta őt egy fickó, hogy hadd nézze már meg ezt a szervitatér lakást, kimentek, azt mondja az érdeklődő, hogy csinálhatnék -e néhány fotót. Csabi azt mondja, hogy tessék, csinált néhány fotót, és akkor eltelt egy kis idő, el lett adva az ingatlan nyilván, majd csörög a telefon, több ízben, hogy jó napot kívánok, ez a szervitatéri lakás, és láttam, hogy a hirdetés még fenn van, és hogy, hogy én arra pénzt tettem le, és akkor, hogy mi van, meg hogy van. És ugye a Csabi az levegőt nem kapott, hogy hát pénzt a kín... nálam biztos nem, mert hogy én voltam megibízva az ingatlan és akkor rájöttek arra, hogy a fickó, aki ott volt, az azért fotózta be a lakást, hogy később egy hirdetést csináljon belőle, és bizony nem tudom hány embert vertek át ezzel. Úgyhogy kicsi a világ, és ezek teljesen, sajnos teljesen életszerű dolgok. Ugye innentől fogva, amikor valaki fotóznak, akkor el szoktam mondani, hogy én megvettem a profi fotókat, meg úgy megcsináltuk, hogy az tényleg jó. Minek akarod befotózni? Ott van, használd azt. <kül> Na, szóval beszéljünk a, a vevő oldalról, vagy mi volt a feladat? Igen, a vevőről. Tehát, hogy nem csak az eladóknál merül fel ilyen típusú probléma, hanem hogy a vevő úgy kerül bejegyzésre az ingatlan nyilvántartásba tulajdonosként, hogy nem fizette ki a vételárat, és valamilyen módon ráveszik az eladót arra, hogy ehhez járuljon hozzá. Uh -huh. Tehát, hogy nem csak az eladói oldalon vannak problémák, a vevői oldalon is. Tehát ott is ö, ott is meg tudják téveszteni a másik Például ilyenkor ö, mondjuk valahogy elintézik azt, hogy a, a részletfizetés. részletfizetés elnyújtva mondjuk egy éven keresztül, és valójában egy részletet vagy két részletet kifizet a belteti. vevő, igen, de a többit nem teljesíti. Na és jó, sajnos... De, ezt, de, mivel nem teljesül a szerződés, vagy elképzelhet, hogy a szerződés Hát úgy olyan... lehet, hogy itt valami ötszeljátszás lehet a háttérben, Aha. ezt nyilván nem szeretném tovább részletezni. Világos. Ugye hát az előbb a, egy korábbi interjúban elhangzott a szarvas Norvitó, hogy ne toljuk fullba tehát mikor, a, mikor a, egy ügyletben ugye a vevő fizeti az ügyvédet, és ezért ő is választja. Az esetek nagy részében, de nyilván az eladó is jogosult ezt megtenni. Mondjuk ez egy új építési társashez projekteknél. Abszolút Értem. az a jellemző, hogy ott az eladó személyhez kötött a jogi képviselő, viszont az fontos megemlíteni, hogy az eljár ügyvéd mindkét felet képviseli, főszabály szerint. De ettől természetesen el lehet térni. Abszolút, hát ezért szoktunk mi téged ajánlani, mert itt vagy és vállalod az arcod, Köszönöm. és ugye nem fordult még ilyen előtt nem mostani a kapcsolatunk. Azt mondja, hogy közben nézem, mi van még. Jaj, eszembe jutott. Itt azt írtam fel, hogy kis csalás, mikor a bérlő eladja a lakást hamis papírokkal, ugye? Hát annyira nem kis stílű, mert jó mondjuk egy foglalót vesz fel maximum, vagy valami vételár előleget. De hogy hasonlónk volt, igaz, hogy nem bérlő volt, hanem benne lakott egy srác egy ingatlanban, amire megbízást kaptunk az értékesítésére. És úgy nézett ki, hogy ott, ott volt egy ajánlat, amit ő el is fogadott. De mikor beszéltem ezzel a benlakó sráccal, akkor mindig olyan feltűnően jó kedve volt. Tehát mondjuk ezt hétfő reggel beszéltünk, azt hittem még mindig a hétvége hatása alatt áll, jó lehetett a buli, és elfogadta az ajánlatot, majd ugye kerestük, hogy na akkor menjünk adásvételre, meg hogy akkor ki kéne fizetni, meg minden, nem vette fel a telefon többet. És hát láttuk a abból, hogy az apukája a tulajdonos, és hát megkerestük az apját, hogy mégis mi a helyet. Bejött hozzánk az irodába, azt mondta, hogy az én fiam egy narkós köcsög, a lakás nem eladó. Mi megültünk, hogy ez most mi az Isten volt, hogy a csávó megbízott minket, tehát csak hamisított egy meghatalmazást mm. szintén, még szerencse, hogy nem ment végig az ügylet, és nem volt adásvétel, hát nyilván nem lett belőle semmise. de hát akkor nem csak az alkoholos befolyásoltságra kell odafigyelni ezek szerint. Azt mondja, hogy mi van még itt? Erőszak és fenyegetés. Erőszak és fenyegetés, igen. Igen. Hát ezek akarathibás szerződések. Mondjuk példának említeném, hogy szabályosan lezajlik egy ingatlan árverés, lakottan történik az árverezés, és a volt tulajdonossal szemben erőszakot vagy fenyegetést alkalmaz az új tulajdonos, és a lakás elhagyására próbálja rávenni. Ez mondjuk tipikus nem semmi. Illetve ugye vannak ilyen, ilyen városi legendák, ami feltételez, ami valóság alapú, hogy, hogy amikor idős emberek mondjuk bekerülnek gondozásba valahova, és akkor ott a, a személyzet mondjuk ki szimatolja, hogy ott van ingatlan, meg vagyon, meg ez az amaz, és akkor hogy megpróbálják úgy keverni ők alapokat, hogy, hogy az hozzájuk kerüljön. Hát ez a tartási szerződés. Ez ugyanaz a kategória a tartási igen, szerződés. Igen, igen. Okay. De mondjuk az kérdéses, hogy gondnokság alatt áll a, az idős ember, vagy nem, tehát hogy itt kérdéses, hogy a belátási képessége megvan, vagy. Nem Ugye a gondnokság, kezden. hát majd mindjárt, hogy mit lehet tenni, azt majd, azt majd kitárgyaljuk. Én így több példát, ne, ezek is elég borzasztóak voltak szerintem, amit eddig felsoroltunk, úgyhogy nekem több példa nem jut eszembe. én Ez van még a, a nehéz élethelyzetben élők, uh -huh. de mondjuk azt már érintettük. Tehát mondjuk egy egyedülálló édesanyag, több, több gyermek. Hát a igen, 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 és a házasság ígéretével próbálják. Hát, én, én, én tudtam, és... hogy szakmát tévesztettem. Mm. Oké. Okay, eh... Na, de hogy lehet megelőzni? Tehát, ja. ha, ha valaki olyan helyzetben találja magát vagy hozzátartozóját, mit lehet tenni? Tehát hogy font... ezt megelőzzük? Jó, fontos, hogy a megelőzésre fektessük a hangsúlyt, hiszen ezt a bűncselekményt könnyebb megelőzni, mint felderíteni és szankcionálni. Uh -huh. Példának mondanám, ami nagyon egyszerű és nagyon fontos, hogy minden szerződést, minden nyilatkozatot aláírás előtt olvassunk el, ismerjük meg a tartalmát. Tehát tapasztalatok szerint nem az szokott lenni a probléma, hogy nem tud olvasni a szerződő fél, hanem hogy nem veszi a fáradtságot, hogy átolvassa a szerződést. Vagy az én adott ez, nyilatkozatot. Én ezt hozzátennék annyit, hogy emberek azt gondolják, hogy nekem nincs szükségem ügyvédre, mert sose volt most nem hazabeszélve, de szüksége van ügyvédre az embernek, ha ingatlan vagyonnal rendelkezik, ingatlan tranzakciókra készül, csinál, nem tudom, szüksége van ügyvédre. Mert az, hogy én elolvasok egy jogi dokumentumot, egy, el sem olvasom, nem jutok el a végéig, pedig én olvastam jó párat. Kettő, ha el is olvasom, halvány lövésen nem lesz róla, hogy mit jelent az, amit ott olvastam. Tehát szerintem rendkívül fontos az, hogy tehát nem feltétlenül nekem kell azt átolvasni, hanem valami, tehát az az ügyvéd, akit be én megbízok, akire rábíztam magamat. Ha a rendszeres felügyeletünk alatt el az ingatlan, mint például életvitelszerűen benne élünk, családban, akkor az úgy, úgy könnyebb megvédeni, viszont beszéljünk arról, hogyha mondjuk külföldön dolgozunk, vagy mondjuk bérbe adjuk az ingatlant, akkor nem tudjuk ezt megtenni, viszont fontos, hogy a földhivatalnak van egy olyan szolgáltatása a külön díjazás fejében, hogy az ingatlanunk tulajdoni lapján bármilyen változásról 24 órán belül értesít bennünket. Tehát, hogyha megjelenik egy széljegyzés, akkor is kapunk értesítőt, és így el tudjuk dönteni, hogy ez a tudtunkkal, vagy tud nélkül történt ez a változás, és időben meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket. Tehát lehet egy ilyen, egy ilyen figyelést kérni a földhivatható. Hallottam olyat, hogy hogy emberek szándékosan hagynak terhet a saját ingatlanoknak a tulajdonlapján. Olyat, amit mondjuk már kifizettek, vagy, vagy mondjuk direkt kötünk egy, nem tudom, egy kölcsönszerződést a ingatlan fedezet alapú. Természetesen én a saját ügyvéden életét behelyezem annak a, ö, annak a kiegyenlítéséről szóló nyilatkozatot és a törlésengedélyt a földhivatalba. De ugye ezzel is tulajdonképpen forgalomképtelenné teszem. Pláne ha perfeljegyzést. Intézek rá, mondjuk. A, mert hogy általában a lakásmafiát a tehermentes ingatlanok érdeklik. Viszont azért azt tudjuk, hogy mondjuk egy fiktív ö, kölcsönszerződésen ö, ö, alapuló ügylet, ö, az magánok irat hamisítás, tehát hogyha ez bejegyzésre kerül az ingatlan nyilvántartásba jelzálog jog, és valójában a kölcsönszerződés az ö, egy fiktív ö, ügylet, akkor az a mi bűncselekményt követünk el, és sosem hát, hivatkozhat. És nem hivatkozhatunk arra, hogy bűncselekményt ja, ja, értem, kövessünk értem, értem, el, azért, értem. hogy egy súlyosabbat megakadályozzunk. Legyünk azzal tisztában, hogy a földhivatalnak van egy online rendszer, ahol a tulajdonlapokat le tudunk érni bármilyen magyarországi ingatlanról, hogyha tudjuk a helyrajzi számot, vagy a címét az adott ingatlannak. Ez azért jó, mert akkor a hamis tulajdonlapokat ki tudjuk szűrni, tehát mi magunk is meg tudunk győződni erről. Fontos, hogy évi két lehetőség ingyenesen biztos, biztosított ügyfelkapón keresztül. Ezen felül 3000 forint per tulajdoni lap a díja a Az meg nem pénz érte. Én meg azt mondanám hozzá, hogy ha meghatalmazott van az ügybe, akkor én, én ragaszkodni szoktam ahhoz, hogy hat beszéljek már a tényleges tulajdonos. Legalább hadd váltsunk egy pár szót. Mert ebből ugye már sokszor az kijön, hogy hát vakarja a fület, sokszor. Tehát nem sok ilyen szitu fordult elő, hála Istennek, de hogy vakarja a is és nem adja meg a, a tényleges tulajdonost. Hát akkor már érdemes vagy, hát, hogy valami nem Igen, stimmel, igen, igen. Úgy, igen. Hogy... Tehát hoz egy aláírja -e meg, tehát ha hoz egy, hoz egy dokumentumot, meg az én már tulajdonképpen lefedeztem magam, mert ugye hát én azért fogadtam el a, meg, a, megbízást, vagy ott volt egy, egy, meghatalmazás két tanúval aláírva, én innentől oké okay vagyok. De nem, nem, csak ez a lényeg, hanem ugye aztán a további ügyletet is meg kéne védeni. Én ezt szoktam csinálni, hogy hadd beszéljek a tényleges tulajdonos. Ez mindenképp javasolt, igen. A személyazonosító jelünk, ami a lakcímkártyán szerepel, azt fontos megvédeni, hogy ismeretlenek ne ismerjék meg ezt az adatot, azért, mert hogy az adásvételi szerződésben ezt fel kell tüntetni, azonban a tulajdoni lapon ez nem szerepel. Tehát erre is fektessünk figyelmet, hogy ne adjuk ki ismeretleneknek, illetve leginkább senkinek csak az eljáró ügyvédnek, aki szerkeszti az adásvételi szerződést, tudna már. Ha vevői pozícióban vagyunk, akkor általában mi választunk jogi képviselőt, akinek az ügyvédi munkadíját mi fizetjük, de ettől természetesen eltérhetnek a felek, erről már beszéltem. Viszont fontos, hogy a, az eljáró ügyvéd szerződéskötéskor friss aznapi tulajdoni lapot kérjen le, és az eljáró szerződő felek személyokmányainak érvényességét ellenőrizze, köteles megtenni. Lehetőleg még minél rövidebb időn belül menjen be a földhivatalba a szerződés. Igen, erre hivatalosan 30 nap áll rendelkezésre, de az a legjobb, hogyha minél hamarabb benyújtásra kerül, és mondjuk a vevő nem bízza ezt az eladóra, ezzel kivédve a többszöri eladás kockázatát, hanem a felek megbízzák az eljáró jogi képviselőt, és ez rendszerint az adásvételi szerződésben szerepelni is szokott, hogy erre meghatalmazzák a felek. Ha majd egyszer lesz digitális földhivatal, akkor hogy ezek a problémák kiküszöbölődnek. De hát ahogy a dolgok haladnak, na mindegy. Jó. Ismeretlenektől ne vegyünk fel kölcsönt ezt már korábban csak, kifejtettem, hogy miért ne. Csak ismert a, a mag... vegyünk fel kölcsönt, ismeretlenül semmiféleképpen. Jó, erről már beszéltünk, igen. Viszont amiről még nem beszéltünk, a szomszédok fontossága, szintén, hogyha a vevőként járunk hát, el. Ez jó. Tudom, hogy ez nem egy kedvel dolog a szomszédokat megkeresni, de célszerűnek tartom, hogy vegyük a fáradtságot, hogy utána kérdezzünk az eladónak, mivel hogyha nem tudnak róla semmit, azért az gyanúra adhatok ott. Ez annyira evidens, amit mondasz, hogy az, az valami hogy a mostani világban mindenki csetelbe van bújva a köcsök telefonjába, és az emberek elfelejtenek beszélgetni. Pedig, hogyha oda mész egy ingatlan megvásárolni, legyen az 50 millió, 100 millió, de legyen csak 20 vagy 10, teljesen mindegy. Hát nem veszed a fáradtságot arra, hogy bekopogtass a szomszédba? Mondok egy kis történetet. Ne. A, a... Pesterzsébeten volt egy családi ház, nagyon, szép kis vityiló volt, csak a tulajdonos megkért, hogy menjek ki, mert hogy terben van az eladás, és akkor beszélgessünk erről. Odaérkeztem a házhoz, a szomszéd ház előtt körülbelül 45 darab Dakota indián, vagy, vagy, lehet, hogy perúiak voltak, nem tudom, mert volt náluk láma, meg volt rajtuk poncsó, hogy ahogy kell, és mondom a tulajdonosnak, hogy hát ne haragudj már meg, de ők ők kik? Ja, hát ő csak a szomszédok, de nagyon jó fejek, én nagyon jóban vagyok velük, meg nem zavarnak ők senki, és nagyon jó kapcsolat van. Hát mondom, én ezt értem, de mondom, amikor egy bevő ideálit szerinted, ő mit fog érezni, hogy ez így oké? Okay? Szóval nem lett megegyezés, mert felhomályosítottam, hogy sajnos az ingatlan az nem ér annyit, amennyire ő gondolt, messze nem ér annyit. Így, hát maximum télen lehetne eladni, de akkor is, ha, de hát ugye, na, szóval vékony ég, mert most hogy, hogy avatod be, hogy a szomszéd, ugye, és, és most nem, nem, az etnikai dolgokra gondolok véletlenül se, hanem arra gondolok, hogy volt már, volt már egyébként Pest, az Soroksáron volt, hogy, hogy, a szomszédba egy komplett állatsimogató volt, nem csak baromfi udvar, hanem kecske, disznó, birka, mit tudom. Most aki ilyen állatokat látott már közelről, azt tudja, hogy ezeknek azért van szaga. Hát eladhatatlan a mostani viszonyok közben Budapest eladhat. Mondjuk nem kell, nem átmenned a szomszédba, bekopogtatni, mert érzed. De tehát ez megint csak azt támasztja alá. Ha már egyszer valaki ingatlant vásárol, vegye már a fáradtságot bekopogtatni a szomszédhoz. Igen. Címünket, címváltozásunkat jelentsük be a földhivatalba haladéktalanul. Azért fontos, hogyha bármilyen hivatalos irat érkezik, akkor olyan címet közöljünk, amit át tudjuk ezeket venni. Tehát Te találkoztam olyan emberrel, aki frissítette a címét valaha a Nem, sajnos nem. Én de sem. ez mondjuk azért is fontos lehet, hogyha mondjuk előveserlésre vagy jogosultak vagyunk, akkor a tulajdoni lap alapján keresnek meg minket. Keresnének. Keresnének meg minket, és hogyha nem tudnak ezen a címen utolérni, akkor valószínűleg nem kerestével fog visszajönni, és ez érvényesen közöltnek számít, úgyhogy több okból is fontos, hogy erre figyeljünk oda. Fontos lenne. Nem, igen, de gyakorlatban ez nem, nem történik ez nem, meg sajnos. Ez szerintem sem. Pénz átadásnál, illetve szerződéskötésnél is nagyon fontos, hogy tanúk legyenek jelen. Tehát uh -huh. ezt, ezt. Szerződéskötésnél? Szerződéskötésnél legyen jelen Aha. két tanulnálunk. nálunk. Ezt nem szokták ö, ö, tartani, de hogyha bármilyen ö, vitás ügylet ö, keveredik, ami végül a bíróságon uh -huh. ö, landol, akkor nagyon jól jön a bizonyítás szempontjából. Hát az ingatlanos például ott szokott lenni, csak mondom. Foglaló, nem beszéltünk a foglalóról, tehát az ingatlannál ö, írásbeliséghez kötött, tehát ö, ezt is ö, fontos, hogy Nekem az az álláspontom, hogy jó, hogyha ügyvédet megbízunk, aki a szerződés tervezetet elkészíti, és már a foglalónak a szabályait is rögzíti benne, lekéri az ingatlan tulajdoni lapját, meggyőződik arról, mert hogy felek személyazonosságáról, és már a foglaló letételekor is már olyan papír van aláírva a felek által, ami biztosítja őket. Fontos az, hogyha a hozzátartozónk beszámítási képessége teljesen vagy részlegesen korlátozás alá esik, akkor, és hogy a gondnokság feltételei fennállnak, akkor ez iránt intézkedjünk. Hogyha nem, akkor pedig hívjuk fel a figyelmét arra, hogy vagyoni helyzetébe ismeretleneket ne avasson be, illetve hogyha intézményben lakik, akkor az ott dolgozóknak hívjuk fel a figyelmét arra, hogy, hogy mi az elérhetőség, és hogy szemmel tartjuk a hozzátartozónkat. Tehát, ha az ember mondjuk már ott tart az életében, hogy mondjuk otthonba kell vonulni, akkor jó lenne, hogyha rendelkezne a meglévő vagyonáról. Hát előtte. Nyilván, hogyha nincsen számítási képesség, akkor már hát, nem tud. Igen, igen, akkor már ugye... Akkor már ne. De ha meg az, az ez van, semmi... akkor a gondnokság a lehelyezés. Tehát akkor a, a de a helyező... hozzátartozó legyen a gondnok, és nem valami kijelölt valaki, mert... Hát ez a konkrét helyzettől ö, ö, függ tehát mm -hmm. most. Jó, De ha csak lehet, akkor ugye mi gondokoljuk a saját hozzátartozóinkat, mert oda beengedünk egy idegent legyen, az bármilyen nem is tudom, jó szituált, meg jó kinéző, meg látszólag jó szándékú emberke, a kijelölt, már most nem megint csak nem piszkálni akarok senkit, de de azt hiszem, hogy érthető, amit Nyilván mondottál. az a legjobb, hogyha a saját kézben Tehát tartjuk mi, mi ezek tartjuk rajta a kezünket igen. ezeken a dolgokon, igen. Oké, hogyha megtörtént a baj, igen. akkor mit lehet tenni? Mert mondtam korábban is, hogy a megelőzés sokkal könnyebb, mint hogyha már probléma van, de beszéljünk arról, hogy akkor az elsősorban az ilyen bűncselekmények csalást valósítanak meg, eszközcselekményként pedig társulhat hozzá magánokirathamisítás, közokirathamisítás, testisértés, zsarolás, Személyi szabadság megsértése. Tehát, hogyha ezeket tapasztaljuk, akkor a feljelentés mindenképp fontos, illetve hogyha a bíróság jogerős ítéletében a bűncselekmény elkövetését megállapítja, akkor a kárunk megtérítését peres úton érvényesíthetjük az elkövetővel szemben, ha a személyazonossága ismert, és van-e ele van -e elegendő vagyona. De az esetek egy jó részében a személyazonosság ismeretlen marad, hiszen másnak a személyazonosságát használja fel a bűncselekmény elkövetéséhez, és adott esetben hajléktalanokat vesz igénybe. Hát illetve van egy olyan körülmény, hogy aki szélhámos és ebbe jó, az megfoghatatlan. Ő neki nem lesz vagyona a nevén, ő neki nem fogod a személyazonosságát kideríteni, tehát, és akkor járhatsz a bíróságra, vagy akár a rendőrségre teljes mértékben fölöslegesen. Saját tapasztalatom is van ez ügyben. Nyilván, nyilván nem az elkövető oldalon, hanem a sértett oldalon álltam, és van ilyen irányú tapasztalatom. És nem megbántva a, a rendőrséget, vagy akár a, a, mindenféle bíróságot, és a többit, de értelmetlenség. Hát igen, Tehát... a sértetti közre a telső nagyban hozzájárul a bűncselekmény sikeres megvalósításához. Ezért kell a jogtudatosság és a polgárok tájékoztatása. És, mivel igen. mivel a, az, hogy mire irányult a szándékunk egy szerződés megkötése, hogy adásvételi szerződést akartunk megkötni, vagy kölcsönszerződést, nagyon nehéz bizonyítani, és évekig tartó pereskedést vonhat maga után. És belegondolok, hogy például az én szüleim hogy üzleteltek világéletükben, nem láttam apámat egyetlen szerződést aláírni tárgyalni. Sem fogalmam nem volt, mit jelent, mikor, mikor belefogtam a vállalkozó fogalmam nem volt, mit jelent az, hogy, hogy aláírunk egy szerződést. Mit jelent az, hogy készfizető kezesség? Szerinted hány kezességet írtam alá, és hányszor szívtam meg? Tudom. Az arány százszázalékos. Tehát ez ennyi. Úgyhogy miért nem tanítják ezt a, az iskolába? Hát a jogtudatosság, amit már korábban mondtam, az nem túl jó jelenleg Magyarországon. De azért csináljuk ezeket a videókat, hogy jobb legyen. Na, köszönöm szépen, nem hoza beszélek, azt akartam, hogy nekem volt ilyen jogi ismeretek, csak marhára nem jártam be. Úgyhogy lehet, hogy kellett nem volna. Nem szeretik a jogot tanulni az emberek. <laughs> Oké. Okay. Nem szeretnek ezzel foglalkozni sem. Abszolút, de akkor megint megerősíteném azt, amit egyébként már mondtam az elején, hogy különösen fontos, hogy az ember fogadjon elé valakit, aki a jogi oldalon ellátja a tanácsokkal. Még egy fontos, a törlési kereset, mert ott jogvesztő határidők vannak, és arról érdemes még beszélnünk. Például azt mondom, hogyha az eladó sajátjaként adja el az ingatlan, de nem ő a tulajdonos. Tehát bérbe egy ingatlant, a, és a bérlő eladja egy harmadik személynek, ellenérték fejében, tehát vételárért cserébe, és ez a harmadik személy jó hiszeműen szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát. Tehát ő a jó hiszemű jogszerző. Uh -huh. És vele szemben törlési keresetet jogvesztő határidőhöz kötött, tehát hogyha a földhivatali határozatot kézbesítik, akkor a kézbesítéstől számított hat hónapon belül lehet indítani, ha nem kézbesítik, akkor három Év. És uh -huh. ez a jó hiszeműséghez, mármint a megállapításához fontos az, hogy az ingatlan és az ingatlan nyilvántartás közötti eltérésről ne tudjon, és ne is kelljen tudnia. De nem hivatkozhat jó hiszeműségre az a személy, aki mondjuk nem tekinti meg az ingatlant, de tudja, hogy más birtokolja azt, és nem győződik meg ennek a jogcíméről. Tehát, hogy fordítsam megint magyarul-magyarul. Tehát ilyenkor mondjuk a bérlő kiadja magát meghatalmazottnak, ő értékesítésében. Vagy ki adja magát eladónak. Vagy eladónak, igen. A vevő teljesen jó hiszeműen kifizeti, a és BTR be is árat. kerül. Igen. Föl, mert mondjuk olyan papírokat produkál a, a, a bérlő, hogy nem hát, bukik meg sehol. Ugye ez hát is, meghamisítja vagy a tulajdonlapot, hát a, vagy a személyi okmányait. Hát a személyi okmányira gondol is, hát valószínű, hogy a személyi Az valószínű, hogy a tulajdoni lap az, 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 az valószínűleg megbukik egy, egy, ügyvédnél. De, a, de ha hamis személyi okmányokkal jön, de annak akkor. is mondjuk... meg kell buknia, mert hogy a jobb rendszeren keresztül lekérdezi, de ez mégis előforduló értem, probléma. Értem, értem, értem. De a tulajdoni lapot azért azt, általában mindenki lekéri. Hát a jobb az. Nem, nem, nem tudom, hogy elmaradt, de ugye ezt többször láttam ilyen adásvételt, hogy mondjuk ez nem lett kiemelve, hogy akkor. Szerintem az lett inkább a probléma, hogyha az arcuk mondjuk nagyon hasonlít egy értem, értem, értem. értem. Hogy, ő, hogy annyira akkor... nem győzött meg arról, hogy aki veled szemben ül, mondjuk ez a Covid idején a maszkok, igen, 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 maszkos igen, szerződéskötések igen. alatt azért rendkívüli problémát jelentett. Én például mindig megkértem, hogy húzzák le, amíg az azonosítás megtörténik. Uh -huh. Világos. Na, tehát ebben az esetben ugye jó hiszem, kifizette a vevő, igen. ő be is került a földhivatalba, és jön a tulaj, hogy hello, az gond van, mert nem én voltam, ugye ez az a És megkapta a földhivatali határozatot erről, mert hogy a tulaj megkapta, akkor hat hónapja van keresetet indítani. Ha nem kapta meg, akkor a bejegyzés válásától számított három év, és ez jogvesztő határidő. Utána nem tudunk ezzel mit csinálni. Világos. Hát jó volt ez csak kibukik, de biztos, hogy marha kellemetlen, megint a vevő van ki forgatva, vagy hogy hát hogy sikerül ezt visszacsinálni innen, ez, ez nagyon hát jó eredeti kérdés. eredeti állapotot helyre kell állítani. Oké, okay, csak Probénás, a pénz igen. a pénz ki fogja elővenni, ugye ez a kérdés? Hát igen, nehézkes. Na, ja. Na jó. És egy kis összefoglalás? Egy kis összefoglalás. Fogadjunk ügyvédet mindenféleképpen, mielőtt bármiféle uh, kapcsolatos marinációba belemennénk, legyen egy jog tanácsos, aki segít ebben. És akkor ki lehet kerülni ezeket a dolgokat. Felsoroltunk jó pár olyan uh, módszert, amivel ki lehet védeni ezt az egész mahinációt hozzátartozóinkra figyeljünk oda, azt hiszem, hogy mindent felsoroltam. És késedelem nélkül ö, vegyünk igénybe jogi segítséget, mert az elévülés is problémát jelenthet ezeknél az ügyleteknél. Mindenféleképpen. Annak köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Sziasztok! Sziasztok!